Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy eljöttek a 6. médiakonferenciánkra. A média hatása gyermekekre, fiatalokra, és nem szoktuk hozzáírni, de mondani mindenképpen, hogy és családokra is. 15 évvel ezelőtt kezdtük el kutatni ezt a témát. Már akkor a még nem létező ORTT alakuló szervezetével, de aztán amióta megalakult, mindig a médiahatósággal közösen. Én azt gondolom, hogy ez egy jó és érdekes munka lett az elmúlt 15 év során, és azt hiszem, hogy végtelen fontos az, hogy a hatósággal, a hatóságokkal, de az országgyűléssel is mindig együtt dolgoztunk. Ha nem ülne mellettem, akkor nem mondanám, de így, hogy mellettem ül, légy szíves, ne mesél. Azt gondolom, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy Szalai Anna Mária fontos ember, vagy nem fontos ember, hogy ennek a hatóságnak az elnöke, vagy korábban nem volt az elnöke. Akarják, úgy is mondhatom, hogy fütyülünk rá. Az érdekel minket, hogy mindig segített nekünk, amikor gyermekvédelmi témában gondolkoztunk, amikor arról beszéltünk, hogy nagyon káros, néha tiltott tartalmak jelennek meg a képernyőkön, néha az interneten, és mindig partner volt ebben a témában, és számunkra mindig ez számított. Érdekes módon, talán éppen azért, mert kutatunk, vizsgálunk, felméréseket is csinálunk. Nem mint egy felmérést végző intézet, hanem csak a kutatásokból kiindulva. Nagyon sok mindent előre láttunk. Nem kell ez nagyon okosnak lenni, csak meg kell nézni, hogy mi van az országban. Amikor az első médiakonferenciát szerveztük, akkor még arról kellett beszélni, hogy hát még nagyon kevés helyen van a komputer iskolákban is, családokban is, lakásokban. De mennyire terjedőben van. Eltelt egy pár év, és arról beszéltünk, hogy az internetnek milyen hatása van, mennyire terjedőben van. 2 évvel ezelőtt páran megmosolyogtak, amikor azt mondtam, hogy vannak, és felmutattam egyet, ilyen kis vacak telefonok, amit úgy hívnak, hogy okos telefon, figyeljenek oda rá, mert ez az okos telefon nagyon sok mindennek a szerepét át fogja venni. Ma azt gondolom már senki nem fog mosolyogni ezen, pont ellenkezőleg. Ugyanígy látunk néhány tendenciának sajnos a terjedését, és mi ugyan néha ellentétben a hatósággal azt gondoljuk, hogy az önszabályozása legjobb, ugyanakkor meg néha azt mondjuk, hogy de néhány területen ez nem működik. Ide tartozik például a pedofília, hogy a legegyszerűbbet mondom, mert más témával lehet, hogy vitáink lenne egymással. Simán egyszerűen nem megy, hogy nem hagy mindenki maga után egy informatikai új lenyomatot. Az lehetetlen állapot, hogyha találunk egy pedofil tartalmat, akkor néha hónapokig, néha évekig kell utána nyomozni, hogy a Bahamákból kiindulva a Kajmán-szigeteken keresztül hol a csodába van az a névtelen terjesztő, és hogy is lehet megfogni az illetőt, lehetőleg gyorsan és hatásosan, de mivel ma még nem kötelező az informatikai új lenyomat, ezért néha ez szinte lehetetlen, illetve hogy a csodába lehet az, hogy az ember legalább Magyarországon a providert utasítja, hogy tessék levenni, akkor 5 percen belül, vagy mondjuk azt, hogy legkésőbb 2 órán belül, egy másik providernél, vagy esetleg ugyanannál a providernél egy más néven megjelenik. És ezzel egy kicsit talán meg is adom a tendenciáját annak, hogy miről is fogunk gondolkozni, miről is fogunk beszélni, de természetesen ezen a konferencián összesen 95 előadót várunk, akik különböző országokból érkeztek, nagyon kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre, az ő kutatásaikra. Köszönöm szépen, és átadom a szót Szalai Anna Máriának. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a 6. nemzetközi
médiakonferencia résztvevőit. Magam részéről gondolkodtam, hogy ez a harmadik vagy a negyedike, ami jelen vagyok, talán majd kiszámolom, de minden esetre az előzményeit, a történetét nagyon jól ismerem, és nagyon örülök, hogy ismét ebben a körben találkozhatunk. Ugye 2 éve van ez a konferencia, ahol ebben a körben megvitathatjuk, hogy a média miként befolyásolja a gyerekek, fiatalok életét. Ahogy Hedvi Péter is elmondta, a technika ma már olyan gyors ütemben fejlődik, hogy akár jó lenne, ha évente tudnánk találkozni, még akkor is le lennénk maradva. Korábbi itt létemkor, legutóbbi alkalommal is a hatályos szabályozás hiányosságaira, nehézségeire igyekeztem fölhívni a figyelmet a kiskorúak védelme tekintetében. A 2 évvel ezelőtti állapothoz képest azért sok minden újdonság történt. Itt most már a hatóság tagjaként, elnökeként, médiatanács elnökeként elmondhatom, hogy az akkori hiányosságok jó részét sikerült befoltozni. Ebben egyébként szerepet játszott ez a konferencia is, a gyermekmentő szolgálat e tekintetben végzett tevékenysége. A 2 évvel ezelőtti záró nyilatkozatban megfogalmazottak közül 2 elem is bekerült már az új szabályozásba. Ez sikernek tekinthető. Például ugye a 12 év alatti korosztály tovább differenciálta a jogalkotó, a klasszifikációban megjelent a 6-os karika is, illetve külön jelzés ajánlás született, hogy a gyermekbarát tartalmakat a médiaszolgáltatók jelezzék. Én ezt nagyon nagy sikernek tekintem. Kimondhatjuk, hogy az új médiatörvény annyiban is jobb a korábbinál, hogy a modern digitális kor egyes kérdéseire is választ ad, megfelel az uniós irányelveknek, és hatékonyabban képes már az új média világában is a kiskorúak káros tartalmaktól történő megóvására. Most már ugye nem csak a televízióra, a rádióra terjed ki a média szabályozás, hanem a bizonyos sajtótermékekre, illetve online felületekre is. A jogszabály számos területen hatékonyabb jogérvényesítést tesz lehetővé, de én azt gondolom, hogy ez önmagában mind kevés. A következetes jogalkalmazás a későbbiekben is nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon. Én a hatóság és a médiatanács elnökeként ígérhetem, hogy érvényt fogunk szerezni a médiatörvény kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseinek. Következetlenség és megengedő hozzáállás helyett, ahol ami az korábban azért gyakran előfordult, szigorú kiszámíthatóságot és számon kérhető döntéseket ígérek. 2 évvel ezelőtt is már az új médiumok, az új média térnyerése téma volt itt a konferencián. Izgatottan várom Kósa Éváék alapkutatásának újabb eredményeit e tekintetben. Bizonyára szembesülni fogunk azzal, hogy a hagyományos médiavilág még inkább kezd háttérbe szorulni a digitális benszülöttek korosztályában. Az új online média ma már legalább ugyan olyan mértékben formálja a kiskorúakat, fiatalok médiahasználati és tartalomfogyasztási szokásait, mint a hagyományos. Ezzel kapcsolatban azért azt ki kell mondanunk, hogy a hagyományos médiumok szabályozása egyszerűbb volt, jóval egyszerűbb volt, mint az új média világának. Ezzel még nem is nagyon tud a jog és a szabályozás megbirkózni
A kezdő lépések már megtörténtek. Éppen ezért jogalkalmazóként, kollégáimmal együtt nagy érdeklődéssel várjuk azokat az előadásokat, amelyek az újonnan felmerülő problémák megoldása felé is tesz javaslatot, esetlegesen alternatívákat mutat be, akár Magyarországon, akár külföldi példákat is e tekintetben hallhatunk. Egy amerikai humorista azt mondta, hogy a konferencia olyan fontos emberek gyülekezete, akik egyedül nem tudnak tenni semmit, de együtt el tudják határozni, hogy nincs is mit tenni. A gyermekmentő és a hatóság két évente megrendezett konferenciája az nem ezek közé tartozik. Rácáfolt az eddigi 5 konferencia erre. Az itt résztvevők szeme előtt egy nemes és közös cél lebeg, és ha egy súlyos problémára valóban mindannyian megoldást akarunk találni, akkor egy konferencia is lehet nagyon eredményes, végső üzenete lehet pozitív és egyértelmű, és termékenyen hathat azokra is, akik nincsenek jelen, de felelősséget éreznek az ügy iránt. Én ebben a reményben nyitom meg a 6. nemzetközi médiakonferenciánkat, és kívánok mindannyiunknak az elkövetkezendő 3-ra eredményes munkát. Köszönöm.